Dübörögnek a hazai vállalkozások. Az 5%-os gazdasági növekedés a kánoánt hozta el a kis- és középvállalkozások számára, a Vosz megyei elnöke szerint. Közgyűlésükön a munkaerőhiányról, digitalizációról és a Magyar Nemzeti Bank 330 pontos csomagjáról is szó esett. Ravagu, Modin, Szikta, Bosch, ECM Clean, Ongropak, GS USA. Ez csak azoknak a cégeknek a sora, melyek az elmúlt bő két évben Miskolc környékén telepedtek le, vagy bővítették üzemüket. A Lufthansa Technik egy új céget alapított Magyarországon, egy új társaságot, ez a Lufthansa Technik Miskolc. A Lufthansa Technik Miskolcra költözése újabb sikertörténet. Az ilyen beruházások több százezer ember és több ezer vállalkozás életére is kihathatnak Miskolc alpolgármestere szerint. A fejlődést tovább tudjuk folytatni. Miskolc növekedési pályára állt. Most 23 megyejogú város közül a negyedikek vagyunk, a GDP pedig 7%-kal nőtt az elmúlt években. Ezt az alpolgármester szerint a vállalkozások is észrevették. Akkor azt láthatjuk, hogy olyan, és most már nem csak külföldi vállalkozások érkeztek Miskolcra, ki is merem mondani például a Spinto, de hogy egy külföldit is említsek, a GS USA Japánból, amelyek valóban innovatív, és olyan a 21. század kihívásainak és elvárásainak megfelelő technológiát és technikát hoznak Miskolcra, amellyel bátran állhatunk bárki elé, vagy bármilyen megmérettetés elé. A vállalkozási kedv különösen az építőipar indult be az elmúlt időszakban. A Vosz megyei elnöke szerint egyedül a munkaerőhiánnyal kell megküzdeni. A tavalyi egy sikeres év volt, minden vállalkozás dübörög, gyakorlatilag a 5%-os gazdasági növekedés, a belső fogyasztás megindulása és kiterjesztése, ez a vállalkozások számára egy kánoán. Most mindenki, aki tud, dolgozik és próbálja a bevételeit megtöbbszörözni, illetve a nyereségét is növelni. Itt egyetlen egy gond van, a munkaerő hiány. Ezt Miskolcon például a foglalkoztatási paktummal próbálják orvosolni, de a szakemberek szerint az is fontos lenne, hogy minden cég nyisson a digitalizáció felé. A közgyűlésen szó volt még Varga Mihály 330 pontos versenyképesség és hatékonyság növelő csomagjáról is, ami teljes átfedésben van a Vosz elképzeléseivel. A csomag céljai közt szerepel az évi 5%-os nettó reálbérnövekedés a KKV szektorban, és a munkanélküliségi rátát minden megyében 6% alatt szeretnék tartani.